A Kanizsai Dorottya kórház vezetőségének régi vágya volt, hogy az intézmény területén egy olyan modern, biztonságos, magas műszaki színvonalú játszóteret alakítson ki, amelyet nem csak egészséges, hanem beteg gyerekek is használhatnak. Egy 2017-ben indított programnak köszönhetően ez a vágy valóra is vált. A 44. játszóteret avatjuk ma fel, és akkor, amikor a gyerekeinkről van szó, és a gyerekeink érdekében teszünk, az mindig öröm és boldogság mindannyiunk számára. A Nagykanizsai Kórház gyermekgyógyászati osztálya 35 ágyal működik, az ott dolgozók évente akár 2500-2600 fekvőbeteget, valamint csaknem 8000 járóbeteget is ellátnak. Az osztályon speciális gyermekneurológiai megbetegedésben szenvedő kicsiket is fogadnak. Az idegen kórházi légkör enyhítésének érdekében pedig fontos szempont, hogy az intézménybe érkezőket kellemes környezet fogadja. Gyerekkorban egy kicsit barátságosabbnak tűnik egy játszótérrel rendelkező kórház azok számára, akik még talán nem is voltak betegek, doktor bácsik csak vizsgált alkalmával ismerték, viszont a későbbiekben, ha véletlenül úgy hozza a sors, hogy be kell idősebb gyermekként vagy felnőttként kerülni a kórházba gyógyulás okán, abban az esetben nem a bizalmatlanság vagy a félelem fogja vezérelni őket, vagy a félelem fogja őket el az első alkalommal, amikor belépnek a kórházba, hanem egy kellemes emlék, amit még gyermekkorban a játszótéren töltöttek el. Az átadás után a játszóteret a Rozgonyi óvoda Katica csoportja azonnal ki is próbálta. Az új közösségi téren olyan speciális játékelemek is helyet kaptak, melyeket testi vagy szellemi fogyatékkal élő gyermekek is használhatnak. A játszótér mintegy 8 millió 800 ezer forintba került, az építést egyebek mellett az önkormányzat, az iparkamara, a tankerület és magánszemélyek is támogatták. Volt olyan támogató, a nagyvállalat, országos nagyvállalat, aki több mint 1 millió forinttal járult hozzá, volt olyan magánszemély, aki 5000 forintot adott, és azt gondolom a szándék a fontos, azt, hogy a célt jónak gondolták. Némely esetben ismerve a támogatókat, néha a lehetőségeken felül is adták a támogatásokat. Az intézmény vezetőségének tervei között szerepel, hogy a játszóteret tovább bővítsék, ezért a jövőben is várják a segíteni szándékozók felajánlásait.